A népszerű összeesküvés elmélet szerint Albert Einstein egyszer azt találta mondani, ha a méhek eltűnnének a Földről, az emberiség 4 éven belül követni fogja őket. Bár nincs bizonyíték arra, hogy ezt valóban a híres fizikus mondta, a méhek egy napon bizony tényleg felszívódtak. Senki sem tudta, hogy miért, vagy hogy hová mentek, de még csak el sem köszöntek. Hé, testvér, te elhiszed ezt? Mit? Azt írják, eltűntek a méhek. Az összes. Az összes. Baromság. Hőseink ekkor határozták el, hogy megkeresik a méheket, ha addig élnek is. Hallod? Hm? Te vagy az utolsó méh a Földön? Nem. Még van egy lány is valamerre. Na, közelben. Értem. És gondoltál már rá, hogy esetleg összejöhetnétek? Hó, azért lassan a testtel. Ezt most mire véljem? Hát, tudod, a mi civilizációnk rátok méhekre épül. Nélkületek ki fogunk halni. Nem csak mi, de számos másfaj is, és mivel ti ketten vagytok az utolsó méhek, így azt várnánk, hogy ti majd... Jaj, ne! Lici, ne! Az ilyesmit a zavarba jövök. A jövő múlik rajtatok, tesó? Tudom, de én szégyellős vagyok. Nem merném leszólítani, nem mernék én semmit. Már pedig muszáj lesz. Ne! Légy szíves, hagyjatok! Ne frusztráljatok, mert baj lesz belőle! Nem teheted ezt velünk! Hát jó, jó! Én meleg vagyok! Ezt akartátok hallani? Képtelen vagyok megtenni, amire kértek. Undorodnék tőle, meg kéne erőszakoljam saját magam. Önző vagy, csak saját magaddal foglalkozol. Ja, itt most nem a te nemi identitásod a fontos, hanem az egész világ léte. Ezt meg kell tenned, értünk. Fogjátok már be! És a lányt még meg se kérdeztük.